Itt is vannak már a stúdióban következő vendégeink. A témánk pedig nem más lesz, mint az, hogy december 31-ével véget ért az újszülöttek ingyenes SMS szűrésének programja. Ezt azért fontos hangsúlyoznom, mert ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem folytatódik. Viszont átmenetileg biztosan azt jelenti, hogy több szülő nem tudja ingyenesen kérni ennek a lehetőségnek a kihasználását. Pedig, hogy miért lenne fontos, arról két vendégünkkel fogunk majd beszélgetni. Egyrészt itt van velünk Hornisár Anikó, bocsánat, Galó Tomika édesanyja, aki már volt akkor nálunk itt nem is olyan régen, talán múlt héten, vagy az ünnepek előtt, azzal a nagyszerű hírrel, hogy összejött a gyűjtés Tomika kezelésére. És itt van velünk dr. Varga Norbert is, klinikai genetikus gyerekgyógyász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlünk! Na hát mit szóltak először is talán ez a legegyértelműbb kérdés ahhoz a hírhez, hogy véget ér ez a program, és mostantól kezdve nem lesz lehetőségük a szülőknek kérni a genetikai szűrést, ingyenesen legalább. Egészségügyi berkekben ez nem volt akkora meglepetés, mivel hogy ez egy trial program volt, tehát ez jelen pillanatban egy kutatásnak volt a része, hogy megnézzék, hogy működik-e az a rendszer, amit szeretnének beépíteni majd későbbiekbe a kötelező szűrővizsgálatba. Erre kap támogatást azok a orvosi részek vagy orvosi cégek, akik ezt el is végezték, és ez véget ért. Tehát, hogy innentől kezdve most jön majd a kiértékelés, hogy ennek tényleg van-e értelme a későbbiekben kötelező vizsgálatként bevezetni. Ez mind múlhat vajon? Tehát ez egy statisztikai adat, ami ezt eldönti, vagy vannak ebben neopatikus elemek is? Egyértelműen statisztikai adat, hogy mennyire hasznos, illetve hogy az a módszer, amit használtak, az mennyire alkalmazható. Mondjuk a nagy egészből az, hogy 9 gyermeknél sikerült kimutatni, és olyan eredményeket sikerül aztán elérni, egy közösségi összefogásnak köszönhetően, mert az már egy következő szint, hogy egy kezelés is elindulhasson. Az arányaiban jónak mondható, vagy félő, hogy nem elég? Igen. Hát azt kell ilyenkor megnézni, nemzetközi szinten milyen gyakori a betegség előfordulása, és ehhez képest ebből a vizsgálattal mennyit fogott ki Magyarországon ez az egy év, és pont annyit fogott ki, amennyi a nemzetközi előfordulása, tehát ez azt jelenti, hogy kvázi 100%-osan működik. Tehát megfelelt a rendszer annak, amihez elvárás lehetne. Ennyi erővel lehet-e folytatni szinte azonnal? Ha ezt ilyen gyorsan kimondható, mit kell ezen olyan hosszan vizsgálni? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát sajnos a bürokratikus rendszerek nem így működnek. Az, hogyha megállapítják egy gyerekről az érintettséget, az mit jelent utána a gyakorlatban? Hogyan folytatódik a folyamat? Jó, kimondta az orvos, hogy ez van, és? Gyakorlatilag örüljünk annak, hogyha kimondta az orvos, hogy ez van. Mi 16 hónapig vártunk a diagnózisra. Úgy, hogy mi 5 hónaposan észrevettük a jeleket. Utána el kellett tennie 11 hónapnak, tehát a mi kisfiunkat például félrediagnosztizálták, egy teljesen más diagnosztist kapott a kezdetekkor, 6 hónapos korban, és mi 10 hónapot vesztettünk el avval, hogy orvosról orvosra jártunk, amíg megvolt a végleges diagnózis. Tehát az SMS szűrés abban fantasztikus, hogy egy csepp vérből a születés pillanata után, gyakorlatilag, ha jól tudom, 24-48 órán belül leveszik a vért, és kvázi azonnal megvan a diagnózis, tehát nem kezdődnek el felerősödni a tünetek, és egy tünetmentesen kezelt gyerkőc tünetmentes is marad. Ez az SMS szűrés csodája, hogy gyakorlatilag, hogyha ha megmaradna a szűrés, akkor Magyarországról kiírthatnánk az SMA betegséget, tehát egy olyan kezelés nélkül élettel összeegyeztethetetlen betegséget tudnánk eltüntetni az országból, ami amúgy egy pusztító dolog. Ez orvosilag helytálló, ez az eltüntetés kifejezés? Nyilván nem a pontos leírása a megoldásnak, de a közérthető megoldása. Igen, tehát az a kezelés, amit az SMA-s gyerekek kaphatnak, abban az esetben a tünetmentesek, akkor ez egy egész életre szóló teljes gyógyulást tud biztosítani. Itt van időablak? Amennyi idő az orvosnak rendelkezésére, ahhoz, hogy igazán beavatkozzon? Abszolút. Sajnos, amikor a tüneteket észlelni lehet, az már azt jelenti, hogy olyan mértékű sejtpusztulás van, ami már visszafordíthatatlan. Tehát, hogy amilyen tüneteket szerzett a gyermek, bármilyen kezelést is kap, azok nem fognak visszafordulni. 400 milliót költött a kormány erre a programra, ez a többi szűréssel összevetve egyébként egy kimagasló összegnek mondható, tehát hogy eleve maga a szűrés is egy költséges folyamat? Nem mondanám, tehát hogy ezek körülbelül egy-egy szűrővizsgálat
az ennyibe kerül. Mert hogy azért az nagyon sok családnak segíthet, de akár csak egy családnak is, ha segít, hogy eleve utána egy nagyon komoly anyagi terhelés jelentkezik akkor, amikor ugye egy 700 millió forintos, vagy most már drágább kezelés sorozatot kell a szülőknek és a családnak elindítani, és valamilyen úton módon finanszírozni. Hát elvileg most ez a gyógyszeres kezelés, EMA által befogadott gyógyszeres kezelés, ez azt jelenti, hogy a szülőknek nem kell kifizetniük ezt a kezelést, abban az esetben, hogyha időben diagnosztizálják. A kezelés maga időablakhoz van kötve, tehát hogyha valaki túl időskorban, mint a Tomiák Gáik esetében diagnosztizálják a betegséget, akkor nem javasolt már ez a gyógyszer, akkor saját zsebből kell megfinanszírozni. Beszéljünk Tomikáról két mondatot, mert hát végül is mégiscsak. De ő most hogy van, és hogy elindult-e a gyógykezelés, ez a legfontosabb. Ő most jól van, hál' Istennek, és igen, folyamatban van a mi utazásunk szervezése, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ő január közepe végén meg fogja kapni a kezelést. Azt Magyarországon nem lehet megadni azt a kezelést, amire Tomikának szüksége van? Hát azért nem lehet megadni, mert hogy a nemzetközi előírások alapján ebben a korosztályban ez a gyógyszer így nem adható Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Azért, mert annyira drága a kezelés, vagy azért, mert annyira hatástalan? Hát nem tesztelték még olyan mértékben, vagy nem tesztelték olyan szinten fázisvizsgálatok terén, hogy ebben a korosztályban hatásos-e a gyógyszer, vagy nem hatásos. Ugye ez az az eset, amikor a szülőt nem érdekli, engem se érdekelne, tehát megyünk, ameddig menni lehet. Nem, ez az az eset, hogy én rengeteg központból bekértem ezt az információt, és mindenhol megerősítették azt, hogy habár még nincs XY gyerekre ez leírva, de igen, látják azt, hogy a nagyobbaknál is hatásos, és a nagyobbaknál sincs nagyobb kockázata a mellékhatásoknak, mint a kicsiknek. Azt tudjuk, hogy meddig kell most vajon várni ezekre a statisztikai adatok elemzésére, és hogy döntsön a kormány, hogy akkor folytatja ezt a programot, vagy sem? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt kell megnézni, hogy vajon kik azok, akik beadták a kérvényeket, hogy akkor ez a vizsgálat a kötelező vizsgálat része legyen, és hogy ezek hol tartanak, megmondom őszintén, jelen pillanatban nekem erről fogalmam sincsen, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy hol jár ez az egész. Hogyha nulláról kell indulni, akkor az biztos, hogy legalább egy éves procedúra, amíg odáig eljutunk, hogy a kötelező szűrővizsgálat része lesz. Remélhetőleg nem a kérvényeken múlik, hanem az állam vagy az egészségügyi kormányzat szándékán. Hogy ez a dolog működjön. Tomikának minden jót, önöknek kitartást és sikeres vizsgálatokat és eredményeket kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönjük.